A megszokott hazai környezetben készülnek a nyíregyházi női kosarasok, akik már egy edzőmeccset is játszottak a Szent Imre gimnázium csarnokában. A Szolnok elleni 80 pontos győzelemből sok mindenre nem következtethetett Farkasinszky Gyuláni edző, aki a bajnoki rajtig hátralévő, bő 2,5 hetet szeretné a lehető legjobban kihasználni. Nem kezdünk csak október 4-én, tehát azt jelenti, hogy még ezen a héten is nagyon sok lesz a fizikai munka, de természetesen már a labdás feladatok, már a játék képét próbáljuk kialakítani erre a szerkezetű csapatra. Ezen a héten már most elkezdjük a védekezési gyakorolni. Tehát ugye most azért végig kell gondolnunk a támadó játékunkat, is igazából, tehát center posztra egyetlen egy játékosunk maradt az Orsi. Tehát a többiek azok ilyen magas bedobónak tökéletesek, de rendben használhatóak semmilyen körülmények között, ezért ugye úgy kell átalakítani ezt a játékot, hogy egy centeres játékra minél magasabbra kihozni az Orsit, hogy a többieknek ott palánkkal a sok hely maradjon. Ezzel teltek, és most már elkezdtük azért a dobófeladatok is, tehát a különböző formáció dobófeladatokat pontosan azért, hogy minél nagyobb teret kapjanak a kisemberek, és ugye kintől is az jó lenne minél több ponttal majd a mérkőzéseken beszállni a kicsiknek is. Az NKS serdülő csapat a péntektől Kassán szerepel egy tornán, amelynek zárásaként a felnőttek vasárnap pályára lépnek a helyi NV1-es együttes ellen. Kíváncsi vagyok arra, hogy a csapategység alapjában hogy állt össze, kíváncsi vagyok arra, hogy azok az emberek, akik utólag csatlakoztak a csapathoz, azok azon a poszton, amire mi számítunk, valóban használhatóak-e vagy sem, és megnézzük azt, hogy a védekezésben az a szisztéma, amit megpróbálnak kialakítani, az valóban hatékony-e, hogy egy egészen másfajta védekezési formát kell majd keresnünk a csapat számára. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában a Cegléd visszalépése miatt végül 10 csapat indul. A nyíregyházi kosársuli október 4-én a nyitófordulóban a Diósgyőr második csapatának otthonában lép pályára.